az örökség, amit ránk hagyott, felbecsülhetetlen értékű, csodálatos személye pótolhatatlan. Élete példázat mindazok számára, akik keresik a jót, keresik a helyes utat. Így fogalmazott a kerület alpolgármestere abban az emlékező beszédében, amelyet Fehér Anna nővérről írt az emléktábla avató ünnepre. Fonti Krisztina betegsége miatt ugyan nem tudott ott lenni, ám gondolatait kolléganője tolmácsolta. Az otthon alapításakor Szent Teréz anya levélben e támogató gondolatokat küldte Anna nővérnek. Imáim kísérik Önt, hogy Isten áldja meg azt a munkát, amit meg akar kezdeni. Az ő munkája ez, és biztos vagyok benne, hogy megadja a szükségeseket is hozzá. Ön pedig érezze át örömmel az Istentől való teljes függőség érzését. És valóban így történt. A szeretetéből és a gondoskodásából épített olyan erős várat, ami biztonságot adott és ad a mai napig az ott élő gyerekeknek. Kevés nála erősebb, elszántabb embert ismerek. Ebben is különleges volt. Tűzön, vizen át küzdött azokért, akik számára a legfontosabbak voltak, a gyerekekért. Akiknek otthont és biztonságot, nagyon sok szeretetet, reményt és hitet adott. Erről a hitről és szeretetről beszélt Kocsis István atya is, aki nagyon sok éven keresztül segített Anna nővérnek, a gyermekotthon lakóit támogatva. Az életnek egy milyen paradoxon, hogy Anna nővér küszködött a sötétséggel, és mégis világosság volt. Biológiai látása nem mindig volt jó, sőt egyre rosszabb, de a fény benne egyre jobban kigyúlt. Mert tudta azt, hogy úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Azok, akik ismerték Fehér Anna nővért, sokan úgy vélték, kemény és eltántoríthatatlan volt, ha egy jó ügyért szállt harcba. Harcba bárkivel, Isten és a gyermekek nevében. Krisztus szeretete sürgette. Őt igazán arról lehetett megismerni, hogy szeretettel volt mindenki iránt. Tudott a gyerekeknek mindene lenni. Megpróbálta megpótolni mindazt, amit a családban, szülőktől, néha még a társadalomtól is nem kaphattak meg. Volt névnap, volt születésnap, volt olyan közös ünnep, ahol mindig azt éreztük, hogy van egy anyánk, aki törődik velünk. És ez kihatott nem csak a gyerekekre, hanem a tanárokra, nevelőkre, gondozókra, mindannyiunkra, felnőttekre. A Hegyvidéki Önkormányzat kezdetektől támogatta a kerületben működő otthont. A Hegyvidék polgármestere is ekkor találkozott Anna nővérrel, és úgy emlékezett vissza rá, mint aki a gyermekek érdekeiért akár a fennálló kereteket, vagy inkább korlátokat is áthágja. Létrehozott valamit a semmiből. Tehát a Batthyány utcai templom hátsó lakásának elkerített zugából egy fantasztikus intézményt, egy hiánypótló, egyedülálló intézményt hozott létre, vállalva ennek minden terhét, konfliktusát, hol a engedélyező hatóságokkal, hol az egyházi felettesekkel. Ilyen szempontból ő egy kemény ember volt, a gyerekek érdekében vállalta ezeket a konfliktusokat, nem rettent meg semmitől. Ha nem lenne furcsa, akkor azt mondom, hogy a forradalmárok ritkán lágyszívűek és lágykezűek. Ő is új formát hozott létre, és a régieket nem nagyon tartotta figyelemre méltónak. Erről sokat tudnának mesélni a egyházi felettese is. Az sem véletlen, hogy éppen itt van az emléktábla a Szent László plébánia kertjében, telkén, és nem az intézmény falán. Tehát ezek a konfliktusok talán még mind a mai napig kitapinthatóak körülötte. De egy lenyűgöző személyiség volt. Neki volt igaza. Ezek a gyerekek nélkül, az ő bátorsága nélkül ki tudja, hol lennének. Az imént hallott konfliktusok, illetve viszonyok valóban a mai napig megfestik egy kicsit a gyermekotthon működését, de ha Fehér Anna munkásságát és sikereit is továbbvívő alapítvány, így is próbál helytállni, segíteni a gyerekeknek.
Anna Nővér hiányában nem mehet zavartalanul és zökkenőmentesen sajnos, mi árnyékában járhatunk csak. Az otthonnal felületes kapcsolatunk van, a gyerekeket próbáljuk meg kirándulásokra vinni, rendezvényekre, karácsonykor, húsvétkor, tehát az egyházi ünnepeken meglátogatjuk őket, és az általuk kért ajándékokkal próbáljuk meg megörvendeztetni őket, és egy kicsit könnyebbé tenni az életüket. A másik feladatunk, hogy Anna nővér munkásságát próbáljuk meg megőrizni. Időről időre emléket állítunk neki, könyvet szeretnénk kiadni az életéről. Próbáljuk meg, amíg mi itt vagyunk, addig próbáljuk meg megőrizni az emléket.